Üdvözlök mindenkit! Vető János, autorégám. A kiállítást most meg fogjuk nyitni, de előbb ugye ma három jelentős eseményre emlékszünk. Az egyik egy örömteli esemény, Vető János kiállításának a megnyitója. Két szomorú esemény, ugye a Mohácsi vésznek az évfordulója, és az ötödik módosítás tervének az elhatározása. Az első, ami a szemünkbe ötlik, az a halhatatlanság zászlaja. Én ezt a Katolikus Rádiónak adtam épp egy interjút, ahol én megmondtam, hogy ez az egyik kedvenc és jelentős műnek tartom Jánostól, és el is kellett magyarázni, hogy miért. És én megmagyaráztam azt, hogy ugye a halál az fekete és sötét, és a végét jelenteni mindennek, de ehelyett van egy luk a feketén keresztül, és ott látjuk, hogy ez megy tovább, nincs vége. És ténylegesen az történt, hogy ma délelőtt egy napsugár élesen ide bejött a padlóra. Úgy szólván a Szentlélek, és azon keresztül, a lukon keresztül lehetett látni. Ja. Ez, mondj valamit még erről a csontvázról. Ez itt egy mozgó állókép, és azért mozog, mert ez az optikai csalódás kiegészíti ott a középpályán a széleit. Kérem, nézze meg mindenki ezt az optikai csalódást, mert hogyha nem nézik meg, nem hiszik el. Mi addig elmegyünk a következőt. Addig a hallgathatatlankat ezt a székről. Ó, bocsánat, ez a legfontosabb, ez a harang, a gumiszobában van a gumiharang, hogyha alárm, hogyha segítséget kér a beteg. A szaga az nagyon jellemző. Itt vagyunk az egyik legérdekesebb teremben. Itt vagyunk a legérdekesebb teremben, ahol is egyrészt a lényege a sokrétűségnek, itt ugye alig van vető mű, mondjuk a fő része az nem vető, hanem eredeti művek. Eredeti művek, illetve kollektív művek. Kollektív művek és eredeti művek. Mindenki megtekintheti, de én nagyon ajánlom ezt az nagyon aktuális művet, ott például a háború címmel. Mellette látható egy irániai üldözött festőnek a műve, cenzúrázott mű természetesen. Valási vezetők verik a népet. Mellette látható szintén egy tiltott mű, egy iráni művésznek, és amellett most szerényen bejön egy 1000 forintos, az első 1000 forintos, ugye Vető János és Zuzu tervezték meg az első 1000 forintos, 1982-ben ők tudták. Egy 100 forintosból készült, ami át van alakítva 1000 forintosnak, és a Kossuth Lajos az át van alakítva Korrupt Lajosnak. Az, aki szédula van,
alá gombos tűzve, hogy kommunizmus, de most rögtön. Ez nem sikerült, de viszont ott van egy orosz meneti emigráns festőnőnek a műve szintén. Ez nagyon jellegzetes, hogy ő szívesen kiállít másoknak a művei. Akkor is, hogyha azok azt hiszik, hogy az ő művek. Ja. Igen. Itt ez nagyon érdekes, mert ez egy fekete-fehér verziója, egy színes feliratnak. Nekem ez nagyon absztraktnak tűnik. Itt most mennél jobban jövünk erre felé, annál absztraktabbá válik szerintem a kiállítás. De Jánosnak a mélységét is meg kell ismerni, nem szabad csak a felszínes, egy kicsit felszínes, humoros, vagy ahol rögtön halt és nevetésre ingerel, hanem elgondolkoztat és elmélyít. Itt egy mű, ami nem látható, mert nem kapcsolták még be. Ez a láthatatlan régi levegő. Na, ezt kérem, vegyék komolyan. Egyik a legfontosabb, ami vetőre jellemző, ő felfedezte a régi levegőt, azaz, hogy a régi levegő jelentőségét. Rengeteg művet fognak ott látni, ott van egy átfestett régi levegő, egyik kedvenc művem például. És tényleg bele kell gondolni abban, hogy esetleg 40-50 éves levegő van ezekben a buborékokban. Az biztos, hogy elmúlt 20 éve. Na. Talán ki kéne egyet szúrni és beleszagolni. Nem, ez nem vicc, mert nyilvánvalóan a levegő 50 évvel ezelőtt egészen más volt, és ezeket ő mint műalkotást megőrzi, az egyetlen lehetséges megoldás, mert teljesen légmentes levegő van benne. Itt látható egy film például Pézs levegő. Pézs levegő. Tessék, menjünk egy kicsit tovább. Ezt az üzenetlenhajas művet nem mutatja. Ja, bocsánat! Ez is hozzátartozik a tipikus vető művekhöz. Ami nem vető. Ami nem vető, Hajas Tibor egy ismeretlen mail art képe, amit ő mostan megkapott 1972-ből. Hajas, hogyha neki lenne ez a kiállításra, és te akkor már régóta meghaltál volna, akkor ő is biztos kiállított volna tőle. Kedvenc művem jön most. Tegnap készült. Mi a címe? Veszélyes szív. Tessék kérem jönni, mert nem tudják, hogy miről beszél. Ja. Ez tegnap készült el a mű, és én ajánlottam neki, hogy próbáljuk elárverezni ma. Mert szerintem ez az egyik legerősebb mű valami, ami a frissessége is. Mert ez a legfrissebb. Ja, tegnap. Tegnap. És én azt ajánlottam, hogy árverezzük el. Most nem tudom, hogy van-e valaki, vagy kalapács. De a kikiáltási ár az 1 millió. Jó. Jó.
akkor elsütjük a poént, úgyse tudja senki megvenni, hogy itt lett volna leütve a... az ára. Az a magas összeg. Harmadszor. Harmadszor. De ennek ellenére én ezt az egyik legszimpatikusabb, mert egyrészt absztrakt, másrészt mély, hangulatos, konkrét, barátságos, veszélyes, egyszerű, de felejthetetlen, törékeny, filigrán, úgy szólván, és egyesít minden erőt, ami pillanatnyilag a rendelkezésünkre. Most talán még egy mű, ezek a műveket talán megnézik maguk, de erre még szeretnék kitérni nagyon, mert mint látjuk, ott vannak kisgyerekek, nem lehet tudni, hogy halottak-e, azt nem lehet tudni, nem lehet már semmit tudni. Már semmit nem lehet tudni, mert lehetnek ezek gyerekek, akiket befestettek, valakit lefényképeztek, odaraktak. És ez viszont egy nagyon szisztematikus, minden esetre ez egy olyan kép, amit talán jövő héten látni fogunk a televízióban gyakran. Ugye arról van szó, hogy a szerintem az, hogyha jövő hónapban állítanád ki, hogy az lehet, hogy az amerikaiak lebombázták Szíriát, de csak gyerekeket találtak el. Ezt Assad nyilvánosságra hozza, a felháborodás kitör, és szóval ennek egy örök értéke van, hogyha ezeket a folyamatokat, ahogy abból a kisgyerekekből ez lesz, mert hát erről van szó, hogy a kisgyerekek között levő véres gyűrött párnából van ez a kép. Ez a véres gyűrű. Ja. Tehát csak egy egész kis részlete ennek a tragédiának, amiről nem vagyunk biztos, hogy nem tudunk semmit. Semmit nem tudunk. Ezt tudjuk, ezt tudni, hogy pixelekből áll, és pedig ilyen pixel, és ezekből a színekből. És ez a ez a jelentősége Jancsinak, hogy a biztosra megy, leviszi addig, ameddig már tovább nem lehet kicsinyíteni, vagy nagyítás és kicsinyítés egyúttal. És most pedig lemegyünk és megnyitjuk a Szellemvilág című részét a kiállításnak. Legyen szívesen, kövessenek bennünket, és te
Szellemvilág. Szellemvilág. Erdély. Szeresd a szellemvilágot. Nagy spiritista volt, már születésétől fogva. Mindenki itt van. Aki beszél. Aki beszél. Jönnek. Nagyon szép. Ennek a szellemvasútnak az eredetije, az mikor is lehetett, mindegy. Berlinben keletkezett. Akkor született az ősereti, ami magától megjelent. Ő olyan sokrétű művész, hogy mi még együtt dolgozunk a karnevál, Habas Béla karneválján is. Ő zenét készít, és díszletet. Díszleteket, ez egy Habas díszlet volt. Este lefeküdtünk, és másnap reggel ott volt a Habas szelleme. Ebből keletkezett az, hogy nyilvánvalóan a levegő, ami abban benne van, az így realizálódott, de az még nem volt színes. Hát az ő szelleme fehér, mint a hó. De ebből született ez az ötlet, hogy ez a trikolor szelleme. Igen. Meg tudnád azt magyarázni részletesebben? Hát mindegyik teremben három színt látunk, az three. Mindegyik színes, az color, és mindegyik szellem, és ettől ezek a trikolor szellemei. Ez lehet a végtelenségét folytatni más színekkel is, itt most így van. Értem. Kiállítás meg. Kiállítás, és utána cigarettázni. És inni. Van zsíros kenyér. Van ilyen kéne. Zsíros kenyér. Every boy loves a girl.